A világ legjobb városai közt Budapest, egy neves turisztikai magazin olvasói az egyik legjobb világvárosnak szavazták meg a fővárosunkat. A hollywoodi sztárok is szívesen választják Budapestet úticélul. Mila Kunis az egyik amerikai lapnak áradozott a fővárosunkról, hogy mi Budapest vonzereje, arról Huszár Biankát, a Femme Café szerkesztőjét és Kis Robert Rihárd turisztikai szakújságírót kérdezzük. Jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Hát mit kell erről beszélni? Szép és kész, nem? Tehát a legszebb és pont ennyi, nem? Sokoldalú, ugye Budapest nagyon sokoldalú, és szerintem a sztárok ezért is szeretik. Egyrészt, mert nálunk szerintem végigvonulhatnak úgy a városon, és igazán feltérképezhetik, hogy nem rohannak utánuk paparazzik, és nyilván előfordul egy-két autogramma rajongóktól azért, de tényleg úgy, kvázi mint egy hétköznapi ember felfedezhetik a városunkat, és szerintem ezért is vonzó, meg hát ugye a magyar gasztronómia a másik, ami szerintem egy sarkalatos pont, amit meg kell jegyeznünk, illetve hát gyönyörű helyeink vannak, illetve az, hogy az éjszakai élet is ugye virágzik nálunk. Tavasszal itt volt nálunk például, ugye, illetve nyáron két McKinnon, aki például egy budapesti romkocsmában a Simpla Kertben ugye ott bulizgatott, illetve ugye itt vannak a termálfürdőink, tehát hogy sokféle kulturális programot meg tudnak látogatni, szabadidős tevékenység, gyönyörű parkjaink vannak, szigetek, ahová el tudnak látogatni, akár ősszel, akár télen az év minden részében, úgyhogy szerintem nagyon sok oldalú város, és nagyon elérhető árban szerintem a külföldi turisták számára, nyilván a hollywoodi sztárok számára is. Mondjuk te úgy kezdted, hogy a sztárok felől közelítetted meg a fővárost, aztán szépen haladunk az általános felé. Kicsit nem nagyon van olyan hely, ahol ne jártál volna a világban. Te hogy látod ezt innen fölülről, tehát Budapest vonzerejét? Miben azt gondolom, hogy Budapest a legcsodálatosabb városok egyike, sőt, nálam egyébként az európai toplistán azt gondolom, hogy első-második, nagyjából úgy Róma vetekszik még körülbelül adottságokban, bár mondjuk tudom, hogy a nagy konkurens az ugye Prága, de Prága, az legyen szerintem Budapest jobb adottságú, bár Prága egy központú. Óriási jelentőség van annak, hogy jönnek a sztárok Budapestre, több okból is. Egyrészt azért, mert biztonságos város Budapest, és egyre nagyobb, egyre fontosabb szempont az a turisztikai választástál, hogy mennyire biztonságos egy hely. Hogyha ide jönnek gond nélkül, ide látogatnak, az egyfajta üzenet is mindenkinek, hogy igen, lehet ide jönni, és hát abból pedig, hogy mennyi látványosság, érdekesség program van Budapesten, hát tényleg azt gondolom, hogy könyvet lehetne írni, hiszen nagyon-nagyon sok, és az, hogyha egy sztár eljön egy adott helyre, és a rajongótáborán kívül is esetleg sokan tudnak arról, az óriási fontosságú. Gondoljatok bele, van például mondjuk egy Indiana Jones és a keresztes lovak című film, és feltette Petrát a turisztikai térképre Jordániába, hiszen mindenki elmegy oda meglátogatni a nabateusok egykori városát, korábban senki nem ment oda. Tunézia mai napig bizonyos területein komoly attrakciót csinál abból, hogy a Csillagok háborúja klasszikus epizódjában több jelenetet is ott forgattak. Ott vannak még mindig azok a kellékek, amelyeket azért hagytak ott, hogy utána mutogassák a turistáknak, mert mondták a helyek, hogy nehogy már elvigyék, egyszerűbb is lett volna, vagy egyszerűbb is volt ott hagyni, mint elvinni, és ebből tulajdonképpen hatalmas üzletet csinálnak. Amikor Károly Vivariban forgatták az egyik James Bond filmet, akkor lényegében ott James Bond túrákat kezdtek el szervezni, pedig a filmben Montenegróként szerepelt, mert az könnyebb volt kiejteni, mint Károly Vivari. Tehát ebből a szempontból óriási fontosságú az, hogy egy sztár itt legyen, és utána az minél hamarabb terjedjen el. És hát, hogyha még Budapest mondjuk egy filmben budapestként szerepel, az külön ez jelentős. Persze, abszolút. Mit szeretnek a legjobban a sztárok csinálni Magyarországon? Vannak persze extrém dolgok is, de egyébként ugyanazt, mint bármilyen más ember, tehát megnézni a Dunapartot, egy jó tenni, valamelyik finom étterembe hihetetlenül impulzív dolgokat megkóstolgatni. Aztán mellette persze a termálfürdő is vonzó lehet, csak hát ezt nehéz ugye megszervezni. Igen, Bianca is mondta, igen. Igazából, de emiatt mondjuk nehézkes, tehát nagyon szeretnek megcsodálni fantasztikus épületeket, tehát barangolni a legkülönbözőbb helyeken. És hát van, aki meg mondjuk motorozni, meg fotózni szeret, mint mondjuk a Brad Pitt. De hát vannak extrém dolgok is egyébként. Érdekes az, hogy én voltam jó pár szállodában is kérdezgettem, hogy ha valaki ott lakik a sztárok közül, vannak extrém igényei, ha Budapestre jön, és hát voltak azért extrém igények. Hát például volt olyan, amelyik zongorát kért mindenképpen a szobájába, akkor volt olyan, aki szerette volna, hogyha PlayStation, egyébként Eddie Murphy volt az, aki PlayStation-t akart, mert azzal nagyon szeretett játszani, néha egy zongorázott, akkor volt, amikor be kellett rendezni konkrét tantermet, mert hozta a gyermekeit is a sztár, és
akkor be kellett rendezni egy termet. Akkor Madonna hozza a fitness gépeit, ami hát látszólag ez semmi dolog, de hát ha belegondolunk, hogy milyen bonyolult mondjuk feltenni egy komolyabb fitness gépet egy szobába, anélkül, hogy esetleg az alsó lakót is meglátogatnánk, akkor tudjuk jól, hogy ezzel is oda kell, erre is oda kell figyelni. Tehát vannak extrém dolgok, akkor annak idején Michael Jackson képregényeket kért például a szobájába. Tehát vannak érdekes dolgok, és vannak fura igények, ezeket persze teljesítik a szállodák, hiszen egy luxus szállodánál ez elvárható, és Budapesten már nagyon jó színvonalú luxus hotelek vannak. Nekem az furcsa volt, hogy kiemeltétek a termálfürdőket Budapesten. Nekem ez valahogy nincs meg. Tehát, hogyha kimondom, hogy termálfürdő, akkor én vidékben gondolkodom. Ez ilyen jelentős Budapesten? Tehát, hogy amiatt is jönnek? Igen, szerintem a turisztikai attrakciókon kívül igen, tehát hogy például azon a listán, amit a CNT is ugye csinált, ahol szavaztak az emberek, ez volt a három top, amit megemlítettek, hanem az építészet, a termálfürdők, illetve ugye a gulyásleves, ugye a magyar gasztronómia, ami más. Igen, nagyon népszerűek szerintem a hazai fürdők, és nyilván ugye jók is, tehát hogy szerintem nemzetközi szintű igen a hírnevük, és én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó kikapcsolódási lehetőség, hiszen kvázi, mikor a sztárok itt vannak és nem forgatnak, akkor pihenési lehetőség számukra, úgyhogy szerintem ezért is érdemes. És nem tudom, hogy vagytok vele, de én folyton úton útfélen azt hallom, hogy nagyon közvetlenek itt a külföldi sztárok, tehát hogy annyira fel tudnak oldódni, annyira jól érzik magukat, hogy én Jimmy Fox-szal találkoztam az egyik budapesti étteremben, és iszonyatosan jó fej volt, szelfizett velünk, tehát olyan nagyon-nagyon helyes. Na jó, nagyon... anyukámmal a hétvégén. Kinek ez, kinek az? Tehát, hogy ez is ad egy ilyen löketet annak, nem? Hogy egy olyan helyen vagyok, ahol mondjuk önmagam tudok lenni, és jól tudom magam érezni, sokkal jobb fej vagyok én is mondjuk a rajongókkal. Például Jeremy Irons, amikor ő itt volt, ugye a Vörös Veréb című drámát forgatta nálunk, amikor Jennifer Lawrence itt voltak tavasszal, és ő például fotózkodott nem csak a Dunaparti cipők emlékművel, hanem például neki van egy nagyon évek óta tartja a kapcsolatot egy magyar galéria tulajdonossal, és akkor az ő kis kastélyszállójában például mangalica kolbász, meg pálinkát, a kolbászunkat és a pálinkákat nagyon szereti, igen, elmondása szerint, úgyhogy ő például oda rendszeresen visszalátogat. Tehát, hogy nagyon, nagyon közvetlenek, és igen, van magyar vonatkozásuk is akár, és szerintem ez nagyon jó, mert így jobban, tehát hogy az emberek így közelebb érzik magukat hozzá, illetve tényleg, amikor mondjuk egy autogramot kérnek, akkor nem az van, hogy nem kapnak, vagy hogy, tehát, hogy nem félnek oda menni hozzájuk, mert tudják, hogy nálunk ez ilyen természetes, illetve az, hogy tényleg egyébként meg nem háborgatják őket az emberek. De ez is érdekes egyébként, hogy amit mondasz, hogy ezt egy kicsit tovább hozzátegyem, hogy ma már olyan túrákat is szerveznek Budapesten, meg Prágában is, de Budapesten korábban, ami arról szól, hogy merre járt például Brad Pitt, vagy bármelyik másik filmet, hol forgatták. És akkor két érdekessége is van. Egyrészt, hogy ugyanott ülhetsz, ahol a Brad Pitt, és ha szerencséd van, akkor még meleg. És megkóstolhatod, hogy milyen tortát te vett. A másik pedig, hogy ilyen számítógépes animációval beleérhetik magukat a filmturisták a programokba, és akkor ugyanazt csinálhatja, mint az a sztár, aki esetleg itt forgatott. Köszönjük szépen! Budapest, jó hely! Köszönjük. Köszönjük. Köszönjük.